Marcaliban, az egyik autószervizben folyamatosan végzik a gumicserét. Nem csak a személyautókon kell a tavaszi szervizeket és a gumik cseréjét elvégezni. Ugye ami újdonság, az a műszaki vizsgabázis. Foglalkozni fogunk teherautókkal, mezőgazdasági járművekkel és ugyanaz ez mellett személyautókkal is. Időpontot egyeztetünk az ügyféle, és akkor az alapján tud jönni, megcsináljuk, próbálunk minél gyorsabban, célszerűen előre törve csinálni a dolgokat. A tehergépjárműveken és a mezőgazdasági vontatókon is javasolt ezeket a műveleteket végrehajtani. Hogy mivel egy induló vállalkozás, egy pontosabban szolgáltatás, én gondolom, hogy lesz rá kereslet a jövőben, biztosan. És ez itt Marcaliban egy kuriózum végső soron, mert ugye nem volt eddig, és most lesz. Nem véletlen, hogy a hideg és a meleg aszfaltra egészen más típusú gumi bizonyul ideálisnak, hiszen eltérő körülmények közötti használatról van szó. A nyáritól eltérően a téli gumi magasabb szilikontartalommal rendelkezik, ami gondoskodik a rugalmasságról hidegben is, melyre a 7 fok feletti hőmérsékletben már nincs szükség. Nagyon kevés igazából, akivel találkozunk ilyen 4 évszakos abroncsokkal, hogy azzal jönne. Inkább főleg ugye a téli-nyári gumik, ami a fő-fő. És igazából most így április közepe és vége fele fog igazából indulni a szezon. Hát ugye azt tudni kell, hogy a téli gumi melegebb időszakban igazából 8-10 fok felett jobban kopik, és hogy amikor tényleg eléri ezt a hőmérsékletet, akkor érdemes átcserélni téliről nyárira.